A Dabasi Birkózó Szövetség edző és növendékei tartottak bemutatót a sportág alapvető mozdulatairól. Ezt követően olimpikonjainkat hallgathatták meg a gyerekek. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Bózos Péter vagyok, olimpiai bronzérmes birkózó, szigetvári számozás vagyok. 3 évesen kezdtem el birkózni nagypapám hatására, ő volt a nevelőedzőm. Gyakorlatilag amíg a más gyereke játszótére játszott, én a birkózó teremben nőttem fel, és ott is ragadtam a birkózó szőnyegen. 2001-ben Budapestre felkerültem a birkózó sportiskolába, ahol ugye Stoás György, Takács Ferenc és Bocsa Ferenc vett át és készítettek fel a londoni olimpiára. Hát így a versenyről elmondanám, hogy egy kicsit nekem rögös volt az út az olimpiáig, mert én 4 éve is megszereztem az olimpiai kvótát, csak az olimpia előtt két héttel kaptam egy vérmérgezést, és így nem tudtam kiutazni. Másfél hónapot voltam utána a kórházban, és egy nagyon hosszú rehabilitációm volt, mert meg kellett műteni a vállamat, meg a térdemet is. A tavalyi évem is kicsit rázós volt, mert még egyszer meg kellett műteni a vállamat. Ahogy elkezdtem birkózni, eltört a bordám. Tehát gyakorlatilag egy kicsit szerencsétlen volt ez a 4 éves felkészülés nekem, de hála Istennek, hogy kibírtuk belőle hozni a maximumot, és tényleg úgy gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy a legjobb eredményt érjük el, és szerintem sikerrel is jártunk. Ha jól tudom, neked egy egész különleges motivációd volt arra, hogy elkezdjél birkózni. Mi volt ez? Hát nekem ugye nagypapám volt a nevelőedzőm, és gyakorlatilag amíg más gyerek a játszótére játszott, én a birkózó teremben nőttem föl, és ott töltöttem minden szabadidőmet. Milyen tulajdonságok kellenek egy jó birkózóhoz? Hát ami nekem az erősségem, az akaratom, meg a szorgalmam, mert hihetetlen mennyiségű edzést el tudok végezni, és sajnos néha túlzásokba is esek, és az se jó, mert akkor jönnek ugye a sérülések, mert a szervezetem már nem bírja, de a lelkem az még vinne. Úgyhogy nekem ez a mi fő erősségem. Mindenkinek más igazából, nekem ez. Neked elég, hát hogy mondjam, nehéz út vezetett el az olimpiáig, de mégis eljutottál oda, a bronzérem is csodálatos eredmény. Milyen érzés volt, nem csak maga az érem, hanem az, hogy ilyen viszontagságok árán eljutottál odáig? Hát úgy gondolom, hogy ugye ebben a 4 évben rengeteg műtétem volt, és kihoztam a maximumot, amit lehetett, sőt szerintem kicsit túl is léptem önmagamat, de nem elégszem meg ezzel az éremmel, hiszen gyerekkoromban eldöntöttem, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, az akkor még álom volt, ez felnőtt koromra már célommá vált, és gyakorlatilag ezt is most csak egy állomásnak tekintem, hiszen nem olimpiai bronzérmes akarok lenni, hanem olimpiai bajnok. Én is úgy, mint a Péter, az általános iskolát elvégezve kerültem fel Pestre, a Családi Árpád sportgimnáziumba, ahol folytattam tovább a sportpályafutásomat Gyuribáék oldalán inkább, és az elmúlt 11 évünk az szinte végig edzőtáborokba telt. Úgy néz ki egy évünk, hogy 12 hónapot, vagy 8 hónapot töltünk edzőtáborba, ebből legalább 2 hónapot külföldön, úgyhogy tényleg nagyon sok lemondással és nagyon sok munkával jár az, hogy valaki egy olimpiára kijusson és ott eredményt tudjon elérni. Hát nagyjából az volt az életünkben szerintem a fordulópont, mikor ugye vidékről, mert hát mindannyian vidékiek vagyunk, kivéve a bácsi Petit, úgyhogy ő a kakukk tojás. Igazából én úgy gondolom, hogy egy sportoló az főleg a mi esetünkben, a birkozóknál nagyon vidéken ilyen komolyabb kiugrásra nincsen lehetőség, de egy nagyon jó kezdet lehet például akár egy dabasi birkozó klubba, vagy egy ceglédibe, vagy egy szigetváriba elkezdeni a pályafutást, és kicsit megismerkedni a sportággal, megszeretni azt. Aztán aki komolyan gondolja, akkor idestóval 11-12 éve működik ez a Mr. Tus birkozó iskola Pesten, ahol szeretettel várnak minden feltörekvő fiatalt.
és hát úgy, ahogy mi is tettünk, ha ezt nem tettük volna, akkor most nem ülnék itt és nem beszélgetnénk veletek, mint olimpiai érmesek, úgyhogy életünk egyik legjobb és talán legfontosabb döntése volt, hogy oda felkerültünk, és hát így az álmunknak egy részét talán el tudtuk érni, az olimpiai érmet, az aranyérem meg még várhat magára. Köszönöm. Tudom, hogy a legnagyobb cél, amit elmondtál a gyerekeknek is, az az arany. De azon kívül van-e a sportolónak, egy birkózónak egy olyan cél, amit muszáj elérni ahhoz, hogy nyugodtan feküdjön le aludni? Hát igazából már egy ilyen élsportolónak, talán aminek mondhatom magam, már tényleg ez egy életforma ez a birkózás. Nem csak egy hobbi, nem csak egy időtöltés, hanem ezt teszi ki a mindennapunkat. Heti 12-ket is edzünk, 13-at alapozáskor. És hát tényleg mindent ennek rendelünk alá. Ugye hát másképp sajnos nem is megy, de más sportágba se. És tényleg azt mondom, hogy van mindig egy kitűzött cél. Most legtöbbször ez egy versenyű, de bár mindig a soron következő, de van sokszor az, hogy rövid távú célt is ki kell tűzni, hogy például egy erőléti edzésen mennyi súlyt akarok emelni, vagy egy küzdőmérkőzésen hány pontot akarok csinálni, vagy milyen új fogást akarok kipróbálni, itt sorolhatnám reggelig, de szóval vannak rövid távú és hosszú távú célok, amiket kitűz maga elé a sportoló, csak így lehet szerintem ezt csinálni. Nem maradtatok le semmiről a sport miatt? Hogy mondjam, lehet, hogy sok mindenről lemaradtunk, de nagyon sok olyan élménnyel gazdagodtunk meg, nagyon sok olyan helyre eljutottunk, ahova egy hétköznapi embernek talán soha életében nem áll módjába, és ez egy kicsit olyan, hogy egyik kezembe adok, másikkal elveszek dolog, de ezt az embernek érezni kell, hogy megéri ezt csinálni. Ha nem éri meg csinálni, ha nem leli ebbe boldogságát, és nem kifizetődő, amit csinál, úgymond, akkor tényleg nem éri meg. De ha mindent megtesz érte, és eredmény is jön, meg megbecsülés is jön, akkor mindenképpen megéri. És neked megérte? Teljes mértékben. Hát én is körülbelül ilyenkor kezdtem el birkózni, mint amilyen idősek ti vagytok. Gyáron kezdtem el egyébként birkózni, tehát nem teljesen igaz, hogy én pesti vagyok, egy gyáron a mai napig, de a Fradiba kezdtem el a komolyan a birkózást, és a mai napig ott versenyzünk, ilyet versenyzek. Hát az én sorsom egy kicsit szokorúban alakult az olimpián, mint a többieké, ugye én egyből az első meccsen megsérültem, de sajnos ez is benne a birkózásban. Ugye ez nekem a második olimpián volt, úgyhogy ettől függetlenül azért arra büszke vagyok, hogy kijutottam, de sajnos ez nem úgy alakult, ahogy én szerettem volna, úgyhogy így egy kicsit újult erővel vágok neki a következő 4 évre, és próbálok majd Rióba érmet szerezni. 7 éves korában egy gyereknek mi a célja ezzel, vagy miért szerettél bele ebbe a sportba? Egy nyári szünetben volt egy ilyen edzőtábor, és igazából valami elfoglaltságot kerestem. Aztán utána ugye én 9 éves koromban pont a tév előtt néztem a Barcelona olimpiát, ugye ahol a Farkas Peti és a Repke Attila nyert, ez elég motiváció volt is onnantól kezdve azért. És ez még mindig a cél? Így van, így van. Most egyébként hogy érzed, hogy most az életednek vagy a karrierednek melyik szakaszában vagy és mit akarsz elérni? Ez most így nehéz kérdés számomra. Azt korábban kérdik, akkor azt gondolom, hogy mostanában a csúcsformában voltam. Én bízom benne, hogy 4 év múlva is sikerül majd egy jó formát kifogni, és akkor összejön az éremszerzés. Hogyan fogsz erre felkészülni, mert így laikus szemmel, tehát gondoljuk nagyon sok az edzés, de ez mit jelent egyébként heti leosztásban, vagy napi leosztásban? De azt tudni kell, hogy most az olimpia előtt 10 hónapot töltöttünk folyamatosan edzőtáborba. Az évünk nagy része erről szólt, tulajdonképpen egy edzőtáborban vagyunk a túlnyomó többségében. Edzőtáborra utazunk, egy héten általában 8-10 edzésünk van. Mit jelent nálatok az, hogy fáradtság? Van ilyen egyáltalán? Igen, sajnos nagyon sokszor van ilyen, de igazából amikor az ember így át tud lendülni a holdponton, akkor van az, hogy igazából tényleg egy kicsit hozzá tud tenni egy pluszt. Hogyan kell nektek pihenni egyébként? Mondanám azt, hogy sok alvással, de az se jó. Nem mindig próbálunk valami aktív pihenőt is kitalálni. Tehát, ha esetleg olyan hét van, hogy egy fárasztó hét után mondjuk egy laza foci, vagy valami ilyesmi is pihentető tud lenni.